Jó estét kívánok, kedves nézőink! Az Unió mai adásában folytatjuk a sorozatunkat, a közelmúlt kiemelkedő külpolitikai eseményeit fogjuk feleleveníteni és elemezni. A holnapi napon, október 3-án lesz 15 esztendeje annak, hogy a két Németország újra egyesült. Október 3 a Német Egység napja. Mi, magyarok, nagyon meghatározó szerepet játszottunk ebben az egységben, az egység létrehozásában, és a szálak 1989-re nyúlnak vissza. 1989 a magyar történelemben nagyon fontos esztendő volt, ez volt a kerekasztal tárgyalások esztendeje, ez volt a rendszerváltozás előkészítésének az éve, az 1956-os hősök újratemetésének az éve, a harmadik magyar köztársaság kikiáltásának az éve, de egyben egy nagyon-nagyon fontos esemény is történt, amelynek világpolitikai jelentősége volt, és amely esemény meghatározóan hozzájárult a keleti blokk gyors széteséséhez. És ez a határnyitás volt, a kelet-német menekültek kiengedése. A határnyitás augusztus 19-én kezdődött Sopron pusztán, ahol a Páneurópai Piknik nevű rendezvényt, melyet a Magyar Demokrata Fórum debreceni és soproni szervezetei készítettek elő és bonyolítottak le. A piknik során mintegy 800 NDK állampolgár hagyta el illegálisan Magyarországot, és menekült át Ausztrián keresztül a Német Szövetségi Köztársaságba. A határnyitás szeptember 11-én folytatódott, illetőleg fejeződött be tulajdonképpen, amikor a magyar kormány nagyon bátor és nagyon történelmi döntése alapján mintegy 6500 NDK-s menekült hagyatékén a kormány döntést követően, a következő hetekben pedig mindegy 150 ezer. Köszöntöm a stúdióban Németh Miklóst, aki ez időben Magyarország miniszterelnöke volt, és aki az akkori uralkodó párt, a Magyar Szocialista Munkáspárt reformszárnyának meghatározó személyisége volt. Miniszterelnök úr, hogyan került erre sor? Milyen előzményei vannak ennek a határnyitásnak, és hogyan született meg a kormány nagyon fontos korszakalkotó döntése? Erre szeretnék választ kapni. Jó estét kívánok, én is. Nagyon messzebbre kell egy picit menjek ahhoz, hogy értsük a folyamatok mozgatórugóit. Én 88 végén teszek esküt a magyar parlamentben, és pár héten belül az egyik forró krumpli esik a kezembe, és egyikből dobálom a másikba. Nevezetesen nincs az országnak előkészített jó költségvetése, de ezen felül ott vannak az első néhány száz Romániából érkező menekültek. Ez pillanatokon belül ezrekké duzzad, és a probléma ott kezdődik, hogy még évtizedekkel korábban aláírt kétoldalú, a Varsói Szerződésen belüli kétoldalú megállapodások alapján, amit az akkori magyar vezetés aláírt, nekem kutyaköt, ha jogállam felé haladunk és a jogot tisztelem, akkor e szerződések alapján figyelmeztette is erre engem az akkori román vezetés több alkalommal, nekem vissza kellett volna toloncolnom, akár adminisztratív toloncoltatnom, akár adminisztratív úton is a Romániából érkező, zömében magyar nemzetiségű, de azért száz zsidó, sőt román állampolgárokat is. Összedugtuk a fejünket, és a választ az akkori Kulcsár Kálmán igazságügyminisztériuma adta meg nekem, nevezetesen, ha Magyarország parafálja és aláírja a menekültekről szóló genfi egyezményt, majd az azt kiegészítő későbbi években született New York-i protokollt, én most az 50-es II. Világháború utáni időkről, 50-es évek elejéről beszélek, akkor, mivel minden Varsói Szerződés, akkori Varsói Szerződési tagállam, tagja volt egyúttal az ENSZ nemzetközi szervezetének. Ilyen esetben egy ENSZ által kezdeményezett nemzetközi szerződés úgymond fölülírja
a kétoldalú megállapodásokat. Nos, ezt tettük. Ez gyakorlatilag a falu rombolás, a híres modernizációs programja Ceausescu-nak adja az első lökést, hiszen mi ekkor írjuk alá ezeket az egy nemzetközi egyezményeket, és tekintettel arra, hogy az NDK-sok, akik korábbi években is nagyon sokszor a Balatont és a Balaton környékét tekintették baráti, családi összejövetelek színhelyéül, megkapták az első, nem is nagyon dekódolandó üzenetet. Ha a magyar kormány nem toloncolja vissza küldteket, hát innentől kezdve a következtetést tessék végig mondani. Alapot, vették úgymond alapot. Vették alapot. És azt sem életlen, hogy Debrecenből indult el a pán-európai piknik gondolata, ott jött a romániai menekült igen, áradat, az erdélyi magyarok igen, és a párciai ők magyarok. Voltak az első igen. vonalban. Igen, a Magyar Demokrata Fórum helyi szervezete a soproniakkal, hát ez persze már jóval később, ugye augusztusban történik, amikor Pozsga Imre akkori államminiszter és Horváth István akkori belügyminiszter külön-külön, majd együtt is bejönnek hozzám, előbb a Pozsgai, és kérdezi, hogy őt felkérték ennek fővédnökének, vállalni szeretné, mit szólok hozzá. Hát én örömmel igent mondtam neki, vállald, természetesen az a következő lépés, hogy de hát akkor itt a határ két oldalán szerveződnek dolgok, akkor meg kellene nyitni a határt. Hát ez csak abban az esetben történhetett, meg az akkori rend és jogszabályok szerint, ha felfüggesztjük a határőrségre vonatkozó működési és szervezeti szabályzatot. Ez is megtörtént. 70 éve zárt szakasz nyitottak meg a Pozsonyi úton Sopron pusztánál. Igen. Egy történelmi átkelő igen. helyet tettek átjárható. Szóval ez egy nagyon jól előkészített valami volt minden oldalról. A kormány és én személy szerint ezt nagyon támogattam, mert tulajdonképpen én itt láttam azt a napot és azt a pillanatot, amikor az, amit nekem március elején, amikor Moszkvában látogatást tettem, Gorbacsov bizonyos kérdéseimre válaszolt, a gyakorlat próbáját is kiállja. Nevezetesen én többek között a beszélgetésünk kapcsán föltettem neki a kérdést, hogy hát itt állomásoznak még szovjet csapatok, azt még most nem tudom megmondani, hogy mikor lesz, de lesznek több pártrendszeri alapon szabad választások Magyarországon, és egyet tudok, ha az arkangyalokat hívom a kormányba segítségül, itt 40-valahány év egy pártrendszeri diktatúrája és vezetése után biztos, hogy mi kikerülünk a hatalomból. Mi lesz az ön válasza? És mit mondod? És habozás nélkül válaszolta nekem, hogy amíg ő ebben a székben ül, megfogva a szék karfáját, addig 56 nem ismétlődik meg. Nagyon világosan megértette az én kérdésem. Most a nyár vége felé a magyar kormány nagyon erős nyomásoknak volt kitéve. Ugye egyszer egy társadalmi nyomás volt. Az akkori ellenzék már osztogatta a pán-európai piknikre szóló kétnyelvű, magyar és német nyelvű, eredetileg osztrákoknak szánták. De itt Budapesten, meg máshol az országban is, a menekült táborokban, az Ugligeti úti plébánián, az úttörőtáborban, Csillebécen, stb. Osztották a németeknek a meghívót, és enyhén szóval jelezték, hogy hát itt valami történhet, ha vállalják a kockázatot, legyenek ott. Másrészt egy erkölcsi nyomás volt, ugye 200 ezer ember volt itt, embertelen körülmények között, ugye hát nem volt szállásuk, stb. Tehát erkölcsi nyomás is volt. De ugyanakkor volt egy ellentétes nyomás Kelet-Berlin, Prága és Bukarest részéről, akik ellenezték ezt, és hát akkor azért még ugye benne voltunk ebbe a blokkba erősen. Tehát hogy született meg a döntés, hogy a határnyitásra sor kerülhet? Azt én tudtam, hogy ennyi menekültel a telet vagy a késő őszi hidegebb napokat nem szabad megvárni. Folyamatos kapcsolatban voltunk a akkori nyugatnémet vezetéssel. Én Telcsiken keresztül elsősorban, Horst Telcsiken keresztül, aki a kancellár külpolitikai nemzetbiztonsági tanácsadója volt Kohl kancellárral,
És már augusztus elején kiadtam bizonyos feladatokat részben az igazságügyminisztériumnak, részben a belügyminisztériumnak, részben a külügyminisztériumnak, és ezek az elemzések, akkor befutottak hozzám, akkor egy nagyon szűkkörű összejövetelt hívtam össze, ezen nem több mint 6 ember vett részt. Ők beszámoltak a munkálatok eredményéről, mert én mindenkit megkértem, hogy minden lehetséges változatot a probléma megoldására tegyen elém az asztalra. Sok minden elhangzott, ezek részleteibe én nem kívánok most belemenni, és amikor megkérdeztem a résztvevőket, hogy mondjátok, tiszta megoldás nincs, akkor a válasz az volt, hogy ne, egy megoldás van, ha kinyitjuk a határokat, az tiszta. De hát ugye a nemzetközi kötelezettségek is sorolták a ellen, vagy kvázi ellenérveket. Nos, én akkor azt mondtam, hogy én a tiszta megoldás híve vagyok, ki fogjuk nyitni a határokat, de ennyi embert kinyitni, kiengedni előkészítetlenül nem. Minden politikai döntés annyit ér, amennyit sikeresen megvalósítanak belőle. Tehát én még a megbeszélés végén fölhívtam Bonni nagykövetünket, és kértem, hogy érje el, tudtam, hogy még szabadságom van a kancellár, érje el a kancellárt, és Telcsiken keresztül egy sürgős találkozót kértem. Ez pár nap múlva létre is jön. Augusztus 25-én Bonn mellette kastélyban, ha jól tudom. Pár nap múlva e megbeszélést követően oda megyünk, és én elmondom a kancellárnak, hogy miért jöttem. A döntés azóta ismert, a részletei is nagyjából most már napvilágra kerülnek szép lassan. A kancellár úr meghatódva vette tudomásul ezt a döntést, nagy darab, fizikailag nagy darab emberről lévén szó, hát nem szégyelte, és én magam is megértettem azokat az emóciókat, amelyek akkor az ő fejébe, szívébe jártak. Hát könnyekkel küszködve mondott köszönetet azért. Picit éreztem, hiszen három oldalról is közelítve állandóan azt kérdezte tőlem, hogy de konzultálta-e Gorbacsovval, és tud-e róla Gorbacsov. Én háromszor magyaráztam el neki, hogy miért nem tartottam szükségét, és nem tartom ma se szükségét. A márciusi beszélgetés. A márciusi beszélgetésre alapozva. A kancellár írt egy levelet, ugye 10-én este megszületett a döntés nyilvánosságra hozatala, 11-én hajnalban megnyílott, ugye 0 órakor megnyílott a határ, és 12-én a kancellár írt neked egy levelet, és ebben hálás szavakkal köszöni meg a határnyitást, és azt írja, hogy miniszterelnök úr, ön becsülettel betartotta a szavát, és lefegyverző módon hajtotta végre ígéretét. Az utolsó mondat úgy hangzik, hogy én is tartom magam az ön rövid németországi látogatása során tett megállapodáshoz. Mire célzott a kancellár? Milyen megállapodás volt ez? Hát ennek a levélnek külön története van, mert én ezt a levelet csak évekkel később látom eredetiben. Valaki fellapozza az akkori újságokat, hát megkérdezlek téged, aki külpolitikával... Rögtön nyilvánosságra hozod, és rögtön oda teszed mellé a te válaszodat. Igen, de... Ez a levél az én asztalomra nem érkezett meg. Tudni már, hogy miért nem? Hát a külügyminisztériumban adták át. Hát ez elég... Szoború, mert ugye a kancellári utasítás úgy szólt, én olvastam ezt a levelet, szinten. Hogy magas szinten azonnal átadni hát a miniszterelnöknek. Ez azt jelenti, hogy az Arnónak hívták akkor a nagykövetet, már keresztnévről emlékszem, hogy az Arnónak másnap be kellett volna venni a miniszterelnök hivatalba. Nyilván be is. Miért nem történt? Nyilván be is ment a megfelelő külügyminisztérium. Igen, és hát ezt én nem kaptam meg. Ha valaki mondom fellapozza az akkori, nem találja meg ezt sem, hiszen te rögtön mondtad, azonnal nyilvánosságra hozza, és értelemszerűen a ráadott választ is nyilvánosságra hozott. Nem véletlen, hogy Kohl kancellár ezt a facsimile táviratot egy későbbi években kiadott könyvében közli, és ezt a könyvet nekem dedikálva elküldi. Ott olvastad a levelet? Én ott láttam ezt a levelet, de ez egy külön történet, majd a történészek kibogozzák, hogy hogyan és miképpen is történt. De vissza a kérdéshez. Én azt hiszem, hogy azt
senki akkor nem gondolta, hogy ilyen gyorsan és ennyire rövid idő alatt egy pici téglának a kiemelése a falból, amit mi megtettünk, ez olyan világpolitikai, európai jelentőségű mozgásokat indít el, amiekre aztán pár hónap alatt sor került. De a kancellár milyen ígéretére vagy megállapodásra célzott? Hát ezek nagyon gyakorlatias kérések voltak. A kancellár úr többször kérdezte, hogy én mit kérek cserébe. Én akkor elmondtam neki semmiképpen sem azt, amit Ceausescu és Izrael csinál a saját Romániában élő állampolgáraival. 20-25 ezer márka. Ennyiről tudtunk, volt a fejpénz. Magyarország és én nem emberkereskedő vagyok, és én nem szeretném azt, ha az én dédunokáim azt olvasnák, hogy az ő nagypapájuk, pénzért nyitotta meg. Én humanitárius emberi alapon állva, és Európa egységét figyelve, és a megosztottságot felszámolandó hoztam meg azt a döntést, amit meghoztam. És akkor Kohl kancellár, nagyon szükségünk volt bizonyos pénzekre, hiszen a fizetési mérlekben nehézségeink voltak, a költségvetés nehezen jött össze. És tárgyaltunk már május tavaszától egy 500 millió márkás állami hitel, bankok által finanszírozott hitelcsomagról, és én azt kértem Kohl kancellártól, most szóljon ő a bankjaiknak, hogy bár nagyon kellene a pénz, de ezt halasszuk el, össze ne kösse itt senki a világon, se Magyarországon ezt a döntést ezzel. Kettő, segítsen bennünket a bizonyos aszimmetrikus, előnyös tárgyalási pozícióban az akkori közös piaccal folytatott tárgyalásainkon. Három, lesznek, én már akkor tudtam, hogy be fogom jelenteni az igazat az ország tényleges adósságállományáról. Lesznek nehézségeim a nemzetközi pénzügyi szervezetekkel. Tudom, hogy igazgatósági széke van az IMF-nél, a Világbanknál, máshol Németországnak. Kérje meg a G7-eket, akkor még hetek voltak, hogy támogassák ezt a ebbéli törekvéseinket, és az ország ne csúszson bele a gödörbe. És sorolhatnám, az energiaellátás problémái megjelentek, a szovjet, akkori szovjet szállítások döcögtek, ha a kemény a tél, lesz-e elég energiánk. Én ezeket mind-mind lajstromba szedve, és Kohl erre utalt egy mondatával, hogy tartani fogom. Fölvetődik a kérdés, hogy ezt követően Aachenban 90 tavaszán miért nem a miniszterelnök kapta meg a Károly-díjat, és miért a külügyminiszter? Hát nekem volt egy elvem, és ma is tartom magam ehhez, és érdekes módon a németek is tartották magukat ehhez. Én úgy éreztem, megkeresett engem akkor Genscher látogatott, és fölvetette ezt nekem. Én udvariasan visszautasítottam. Hivatalban lévő ugyanazokon az alapokon, amiket az előbb utaltam, amikről beszéltem. Hivatalban lévő miniszterelnök ne fogadjon el olyan kitüntetést, ami egy döntésével akár össze függésbe hozható. Megkérdezte akkor Genscher tőlem, hogy de hogyha a kormány már, hát ugye a koordináció a külügyben folyt, akkor ha Horn úr elfogadja, én nem ellenzem, mondtam. Ez az első válaszom. Kettő. Megvárták a németek azt, amíg én közel 10 éves szolgálat után az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankból lelépek és hazatérek. És annyira figyelmesek voltak 2001-ben, amikor hazajöttem, hogy az akkori köztársasági elnök születésnapom napján, január 24-én írta alá a legmagasabb külföldieknek adható állami kitüntetésről szóló okmányt. Akkor megfelelő helyre is került végül egy ilyen kitüntetés ezzel kapcsolatban. Hát úgy gondolom, hogy az elmúlt 15 évben mindenki tapasztalta, hogy a németek mai napig milyen hálásak ezért a határnyitásért. 90-es években alig lehetett némettel találkozni, hogy ne köszönte volna meg. Hát ez történt Antal József és Helmut Kohl első találkozóján is, 1990 kora tavaszán a választások előtt. Ez volt az első találkozójuk.
És Kohl azzal kezdte, hogy megköszönte a magyar népnek ezt a cselekedetét az előző esztendőben. És Antal a megszokott eleganciájával és szellemességgel válaszolt, azt mondta, hogy kancellár úr, hát nem történt semmi különös, csupán visszaadtuk a kölcsönt. Mire Kohl meglepve néz, azt mondja, milyen kölcsönt? Hát azt, amit mi kaptunk a 19. században, amikor a 60-as években a német egység segítette elő a magyar függetlenségi törekvéseket, tehát kvázi a magyar szabadság a dualizmuson belül a német egységnek volt köszönhető. Hát mi most nem tettünk mást, mint hogy ezt a kölcsönt visszaadtuk, és az ébredező magyar szabadság tette lehetővé a német újraegyesítést. Hát Kohl elmosolyodott, ő maga is történész volt egyébként, és úgy gondolom, hogy ez a pillanat volt, amikor a két államférfi között egy nagyon személyes jóbarátság alakult ki, kölcsönös szimpátián alapuló személyes viszony alakult ki. Tehát számos ilyen példát lehetne hozni, és úgy gondolom, hogy ez a 1989-es esztendő mind magyar vonatkozásban, mind közép-európai vonatkozásban egy kiemelkedően fontosságú esztendő volt. És érdemes feleleveníteni a régi emlékeket, és újra megvilágítani azokat a kérdéseket, amelyek még homályban vannak, levél, ügy, meg egy hasonló dolgok. Biztos, hogy még fognak dolgozni ezen történészek is. Miniszterelnök úr, gondolom a nézők szívesen hallanák, hogy mit tesz ma Németh Miklós, és milyen tervei vannak a jövőre nézve. Nagyon egyszerű erre válaszolnom. Hazatértem 2000 májusában Londonból való hazatérésem után. Még egyszer megpróbáltam a politikában mozogni, fél évig jártam az országot, de aztán le kellett vonnom bizonyos következtetéseket. Az a politika, az a vonalvezetés, az a millió, az nem az volt, amit én szerettem volna látni, és hát szép csendben búcsút mondtam a politikának, a közéletnek itthon Magyarországon, megtartottam néhány nemzetközi szervezetnél. Ezek zömében non-profit, tehát nem profit és pénzorientált szervezetek, néhány tanácsadó testületi tagságomat. Közismert az is, hogy a Hypo Ferenc Bank, amelyik most egy nagy olasz bankkal egyesült az elmúlt hónapokban, működtetette és működtet egy nemzetközi tanácsadó testületet. Ennek a tanácsadó testületnek tagja vagyok. E-maileken és napi kapcsolattartási rendszereken keresztül benne maradtam mindenben, amit szívesen vállalok és csinálok. És hát emellett édesanyámhoz gyakrabban járok, hál' Istennek még él, a családom, két unokám mellett, és hát művelgetem a kis saját kertemet. Hát, köszönöm szépen a beszélgetést, sok sikert kívánok a magánéleti tevékenységhez. Kedves nézőinknek meg köszönöm a figyelmét, és jövő héten ugyanebben az időben folytatjuk a beszélgetést a 90-es évek magyar külpolitikai gyakorlatáról. Köszönöm a figyelmüket. Jó, nem, úgyis hülyén beszéltem. Hogy jelez? Int? Kinek? Nekem incsetek. De ő nem hall semmit. De hallom. Jó, nekem incsél. De ti látjátok? Akkor a egyesbe. Akkor tessék. Egy ilyen érdekes, kezdjük újra, elnézést, nem? Igen, nem volt képernyő sem. Egy ilyen kérdés például, hogy hogyan történt az előkészület? Hát egy ilyen döntést, egy ilyen súlyos döntést megfelelő konspirációval óvatosan kell előkészíteni, kijelölni a dátumot. Hogyan történtek ezek a dolgok, miniszter? Most.
Egy ilyen döntés előkészítése az igen körülményes lehet, konspirációs eszközökhöz kell nyúlni, az időpont kijelölése, tehát hogy történt ez, hogy készítette elő a kormány ezt a határnyitást? Gimlihi kastélyban abban maradtunk, hogy koordinátorokat nevezünk ki. A németek Südhoff államtitkárt jelölték, én a magyar külügyminisztériumot jelöltem ki párhuzamosan, és tudva lévőleg Ausztria köztünk terül el, tehát arról is gondolkodnunk kellett közösen Kohl kancellárral, hogy az osztrákokat bevonjuk. Például a nyugatnémetek Bécsben a Vranicki kancellár tudtával állították fel ezt a kis koordinációs irodájukat, közelebb is voltak hozzánk így, és hát bizony-bizony nem tudta senki, hogy itt hány tízezer, százezer ember tartózkodik. Ennek a fogadási oldalán a sátrak, egészségügyi berendezések, és így tovább. Tehát ez egy borzasztó akció volt, és az idő sürgetett bennünket. Abban maradtunk, hogy most ne állapodjunk meg időpontba, hanem majd, ha két fél, meg a harmadik Ausztria is beleegyezett mindenbe, és előkészítettünk rendben mindent, akkor elbeszéljünk a dátumról. Nos, ez megtörtént, és hát úgy tűnt, hogy szeptember 6-án be fogjuk jelenteni. Ez a dátum kölcsönösen kijelölésre került. Igen, ám csak járt Magyarországon akkor egy nyugatnémet szociáldemokrata pártvezető egy küldöttséggel, aki találkozott akkori pártelnökkel, Nyers Rezsővel, Horn Gyulával és Kovács László államtitkárral. Hát, mint utólag kiderült, én nem nyomoztam, de a németek kinyomozták egyébként. Kohlnak ebben a könyvében meg is van az egyik nevezve. Nekem Kohl kancellár későbbi években azt mondta, hogy ők úgy tudják, hogy Nyers Rezsőtől és Kovács Lászlótól tudta meg Karsten Vogt ezt a dátumot. És bizony-bizony nem ebbe maradtunk a tárgyalásainkon. És a német kormány, Kohl és az ő tanácsadói nem szerették volna, ha ezt a nagy jelentőségű döntést egy szociáldemokrata vezető közli a német néppel. Úgyhogy én aznap este telefont kaptam Horst Elcsiktől, aki felháborodva, szemrehányóan tett nekem megjegyzéseket. Én akkor nem tudtam, hogy ki köpött és mit mondott, kinek, de tény, hogy ez a szociáldemokrata vezető már eléggé ráutaló nemzetközi sajtóértekezleten itt Budapesten, aztán hazatérte után Németországban, ráutaló mondatokat tett. Úgyhogy Telcsikkel abban maradtunk, hogy ezt a dátumot elhalasztjuk. Én nem tudtam részletesen, hogy nyugatnémeteknél, a CDU-nál kongresszusi előkészületekben néhányan meg szeretnék pucsolni Kohlt, ez később kiderült. És ahogy Telcsik nekem sorolta a napokat, hát megkérdezte, angolul folyt a tárgyalásunk, hogy hát mit szólnék a tizedikéhez, vagy 10-ről 11-re. Az nagyszerű, vasárnap van, éppen az alkalmas, legnézettebb tévéműsorban a bejelentésre. Persze ekkor nem gondoltam semmire, korábban abban maradtunk, hogy mindkét oldalon, ha készen vagyunk és minden rendben van, akkor a két külügyminiszter teszi a bejelentést, párhuzamosan egyidejűleg. Hát ezzel a kis esti telefonbeszélgetéssel Telcsikkel ez a terv is borult. Sokan kérdezik, hogy miért Horn jelentette be. Hát ezért jelentette be Horn, mert ebbe maradtunk, hogy mindkét oldalon a külügyminiszter, csak az élet közben elsodorta ezt a dolgot, és így a brémai kongresszuson maga Kohl kancellár jelentette be a hírt párhuzamosan, vagy néhány perccel a magyar külügyminiszter tévébeli szereplését követően. Hát érdekes hallani ezeket a történeteket, és gondolom a nézők kíváncsiságát is kielégíti. De a nézők arra is kíváncsiak, hogy mit csinál ma Németh Miklós, és mik a tervei Németh Miklósnak. Én a politikából visszavonultam, nem most hiszem, hogy visszatérek. Ez már lejött, ja, meg lesz kevered. Nekem nem kell itt. Nem. Csak nekem föl kellett vezetni, ja, azt értem, a kérdést, ebben maradtunk. És akkor odavágjátok. Igen, és akkor most még mindig maradt egy percünk, hogy a híradót bejátszok valahova. Hát ezt majd eldöntitek akkor. Jól láttam. Elég így? Igen, akkor egy mondatot mondanék ebben a környezetben.